Marad a napos, fátyolfelhős, nyarat idéző időjárás, csapadék nem lesz. Az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás az elkövetkező napokban. A maximum hőmérséklet elérheti a 29 fokot. A részletek következnek. Az előttünk álló éjszakán kellemes időjárásban lesz részünk, tiszta lesz felettünk az ég. 12-14 Celsius fokot mutatnak majd a hőmérők Vajdaság szerte. Szerdán sok fátyolfelhő szűrheti a napsütést. Egy hidegfront érinti hazánkat, melynek hatására többfelé megerősödik, viharossá fokozódik a szél. Csapadék azonban nem érkezik. Hőmérséklet kontraszt alakulhat ki egyes városok között. Zomborban 22 fokot mérhetünk, azonban a legtöbb településen melegebb lesz. Átlagosan 29 fokot mutatnak majd a hőmérők. Csütörtökön felhős és napos órák váltogatják egymást, de csapadék nem valószínű. Maximum 26 fokot mérhetünk majd. Pénteken sok napsütés ígérkezik, majd a délután második felében észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, a nappali csúcshőmérséklet pedig eléri a 28 fokot. A hétvégén is marad a kellemes nyárias időjárás 27-29 fokos csúcsokkal. Európa szerte szép idő várható szerdán. Néhol felhős lesz az ég, azonban napsütésre az egész régióban számítani lehet. Zágrában lesz a leghűvösebb, a legmelegebb órákban is csak 16 fok lesz. Szegeden azonban igazi nyárias időjárásra számíthatunk, verőfényes napsütéssel és 30 fokos csúcshőmérséklettel.